Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Komáromi Zoltán házi orvos, aki egészségügyi politikus is, de most próbáljuk megmenteni önöket, kedves nézőim. Ez a borzalmas kánikula, doktor úr, szép jó reggelt kívánok, mindenkit nagyon igénybe vesz, és ez, hogy hol nagyon meleg van, hol csökken, az embereknek mindenük fáj, nem tudják kialudni magukat. Nekem éppen ellenkező a véleményem, hogyha tartósan van kánikula, tehát 6-7-8 napig, akkor merül ki a szervezet, mert éjszaka nem tudja kipihenni magát, mert legtöbb ember nem tudja annyira lehűteni a lakását, hogy egy pihentető 20-22 fokos hőmérséklet legyen ott. Hogyha, mit tudom én, hetente egy-két napig lehűl a levegő, az lehet, hogy aki hidegfrontra érzékeny, az megérzi, de itt lehetőséget kap mindenki arra, hogy egy kicsit rendezze a hőháztartását. Jó, akkor beszéljünk rólam, amit nem szoktunk. Ugye én pont ma vagyok 66 éves, és nekem, nagyon köszönöm, nem ezért mondtam, és én úgy érzem, hogy először az elmúlt 66 év alatt, persze nem emlékszem, hogy 1-2-3 vagy 4 éves koromban, mondjuk 5 éves koromra már emlékszem, mennyire viseltek meg ezek az időjárás változások. Valamikor a Közel-Keleten is éltem, vagy 30 esztendőt, de ott más volt a páratartalom, és a szállodák, az egyetemek egy kicsit jobban voltak hűtve, talán túl is voltak hűtve. Miért visel most ez engem meg annyira, és gondolom, hogy mindenki más, aki ebben a korban van? Nagyon sok számít, hogy kinek milyen a testalkata. Hogy... Ezzel azt akartam mondani, hogy én már megérettem a levágást. Nem, azt én nem mondtam, csak aki egy bizonyos túlsúly cipel nap mint nap, az gyakorlatilag sokkal több folyadékot kell, hogy igyon, hogy a párolgással, a verejtékezéssel és az anyagcserével járó. Ugye figyelnek, kedves nézőim, tehát aki és átlag magyar, főleg ha 66 éves, az általában nem csontváz, igen. Így van, tehát ez nagyon sokat számít. Aki már 66 éves, azt mondta annak idején egy orvos professzorom Szegeden, hogy az már nem fog fiatalon meghalni. Nem, hanem hogy nem lehet egészséges, csak nem elég alaposan vizsgáltuk ki. Tehát biztos, hogy mindenki összeszed valamilyen szívérendszeri anomáliát. Nem biztos, hogy ez betegség szintjét eléri, de az anyagcseréje, a vérnyomása, a hőháztartása biztos, hogy már nem olyan, mint 20 éves korában. Éppen ezért sokkal több gondot kell fordítani arra, hogy főleg ilyen szélsőséges klimatikus viszonyok mellett, nagy páratartalom mellett, hogy az ember kipihenje magát éjszaka, legyen elég tartalékja, vagy délbe tudjon beiktatni egy 2 órás siesztát, amivel egy kicsit regenerálja saját magát. Álom, édes álom, azt magyarázza meg nekem, ön arról híres, hogy ön orvos, és nem pontosan hisz ezekbe a csodaszerekbe. Mégis a magamfajta emberek, azok reggel mindenféle táplálék kiegészítőt, mindenféle vitaminokat összevásárolnak, természetesen ameddig megtehetik, mert aztán majd egyszer csak nem tehetik meg, mert ezek nem 2 forintba kerülnek. Ezzel használunk magunknak, vagy inkább kárt okozunk? Én évek óta tartom magam ahhoz a véleményemhez, hogy a táplálék kiegészítőt annak kell szednie, aki valami miatt valamilyen táplálékhoz nem tud hozzájutni. Tehát aki egy normális, vegyes táplálkozásban tud megszervezni, tehát növényi rostok vannak benne, vitaminok, gyümölcsök, zöldségek, hús, húsféle, tej, tejtermékek, az összetudja rakni magának egy teljesen doktor úr maga most tönkreteszi a piacot, de ha elkezdtük, akkor folytassuk. Tehát teljesen fölösleges, hogy ezt a lassan oldódó méregdrága C-vitamint megvegyük, sokkal egészségesebb, hogyha olyan gyümölcsöket eszünk. Hát, természetesen megeszek egy almát, vagy eszek mondjuk valamilyen zöld salátát, vagy paradicsomot, zöld paprikát, abban ugyanúgy benne van a C-vitamin, és azt a napi 500 mg-ot azt pillanatok alatt össze tudjuk szedni. Csak én arra gondoltam, hogy a szervezetnek ki kell választani valamiből azt, viszont ha bekapom ezt a tablettát, így annak kondenzáltam. Annak is fel kell szívódni a gyomorból, tehát ugyanaz a folyamat,
Csak az, hogy most én, mit tudom én, egy zöld paprikát vagy egy almát jó ízűen elfogyasztok, és most 5 perccel vagy 10 perccel később fogod a C-vitamin a vérembe kerülni, szerintem ennek nincs politikai jelentősége. Minden reggel azzal szórakoztatom a nézőket, hogy vigyázzanak a folyadék háztartásukra. És ez nagyon komoly főleg dolog. A fiatalok és természetesen a gyerekek. A gyerekek és az idősek. A gyerekeknek nincs önvédelmi eszközük, ugyanis ők nem tanulták meg azt, hogy inni kell, nem képesek megvédeni magukat. Adott esetben például minden héten, ha sajnos olvasunk ilyenről, hogy valaki ott hagyta a gyereket egy bezárt kocsiba, és a gyerek még segítséget se tud kérni. Mert nem tudja, hogy bajba van, pontosan. Tehát a gyerekekre ezért kell vigyázni, az idősekre meg azért, mert lehet, hogy fizikailag nem tud fölkelni az ágyból, hogy elmenjen a konyhába, és engedjen magának egy pohár vizet. Tehát őrájuk pedig ezért kell vigyázni. Tehát akkor eleve azt ajánlja, hogy amikor a fotelba ülnek, akkor a dohányzó asztalra, amit rossz szokásból ugye dohányzó asztalnak hívok, készítsenek oda egy kancsó vizet, hogy lássák is azt, hogy ürül a kancsó. És meg kell tanulni. Tehát én azt szoktam mondani, hogy régen azért volt jó, mert ment a rádió, minden órában mondtak híreket, tehát hogyha nem is nézett az órájára valaki, akkor volt egy ciklusa, amikor tudta, hogy ja, eltelt egy óra, meg kell inni valamennyit. Tehát például ilyen egyszerű segédeszközökkel lehet segíteni a normális életét. A minap egy kedves ismerősömnél jártam, és láttam a közel 90 éves mamáját, hogy egy vizes kendőt tett a fejére, kérdeztem, hogy tetszik lenni, azt mondja, nem látja, fiam, hát fáj a fejem, azért van a vizes kendő a fejemen. Ha fölmelegszik az ember feje, akkor az agya is fölmelegszik ezzel együtt, és megnövekszik az oxigén igénye. Amennyiben nem kapja meg az agy a megfelelő oxigént, az fájni fog. Fejfájás lesz, szédülés lesz, bizonytalanság lesz, látászavar lesz. Ha egy vizes kendővel lehűtöm a koponyámat, és alatta levő agyamat is, akkor tulajdonképpen visszaállhat az egyensúly. Időseknél az a gond, hogy lehet, hogy a nyaki erek azok el vannak egy kicsit szűkülve, lehet, hogy a szív már nem olyan erősen dobog, mint ahogy megint csak 20 éves korában, magyarul nem kerül annyi vér, annyi oxigén az agyhoz, akkor ezzel lehet segíteni, hogy ha nem megy a hegy Mohamedhez, akkor a Mohamed megy a hegy. Ezeket a nyaki ereket úgy kell, hogy értsem, hogy hívunk egy installátort, egy vízvezetékszerelőt, és kipucolja a csöveket. Egy ilyen nyaki ereket az ember elmegy az érsebészetre, és azt mondja, hogy tessék kérem kipucolni? Vagy az már nagyon nagy baj. Az emberi szervezet csodálatos. Tehát 80-85%-os szűkülettel, magyarul, hogyha 10-15-20%-a átjárható a nyaki ereknek, az még normál üzemmódba elegendő oxigént visz fel az agyba, ahhoz, hogy gondolkozzunk, hogy ébren maradjunk, hogy eszméletünkön maradjunk. De hogyha valamilyen betegség nagyon gyors lefolyású és gyorsan záródik el, például egy gyulladásos folyamattal szövődik, vagy egy autoimmun folyamattal szövődik, akkor tényleg nem marad más, mint a érsebészet, ahol ma már olyan módszerek is vannak, hogy tulajdonképpen jó hasonlat volt a vízvezetékszerelés, hogy a bélés, tehát ezt a felrakódott állományt távolítják el az érből, de ha ez képtelenség vagy teljes elzáródás van, akkor akár teljes komplett érszakaszokat is ki tudnak ma már pótolni, de ezek nagyon nagy műtétek. De mondjuk ebben nem kell manapság meghalni. Akkor mégis miért nem vagyunk szabadna. Mi? Akkor mégis miért fogyunk olyan gyorsan? Az időjárás viszontágságai, a hideg, meleg, a különböző frontok vannak ennyire rossz hatással ránk, vagy ilyen alapvető dolgokat, ilyen nagyon primitív dolgokat, amit az előbb kérdeztem, azokat sem tartunk be. Én azt hiszem három fele szoktam ezt osztani. Az egyik, amikor valakinek nincs betegségtudata, vagy nem is tud róla, hogy ő beteg. Tehát vannak olyan betegségek, amik nagyon súnyi, lassú módon alakulnak ki, panaszt nem adnak, nem okoznak, és egyszer jön egy olyan szituáció, amikor egyszerűen katasztrófa következik be. Ez lehet egy agyér katasztrófa, egy koszorúér katasztrófa. Erre nem lehet felkészülni. Illetve föl lehet készülni, hogyha valakinek a családjában bizonyos betegségek gyakrabban fordultak elő, akkor szűrővizsgálatokra megy, és megpróbál rájönni. Igen, ám, de hogyha elmegyünk szűrővizsgálatra, most gondolj el, bejelentkezek egy vizsgálatra, és ott fogok eltölteni a váróterembe vagy 3 órát, akkor tudja, hogy agyvérzést kapok a várakozástól, mindenféle egyéb betegségeket összeszedek, és ha elmegyek kivizsgáltatni magam, hisz percekkel ezelőtt azt mondotta, hogy olyan betegségeink is lehetnek, amiről nem tudunk. Na most, tudja, hogyha elmegyünk és kivizsgáltatjuk magunkat, annyiféle betegségeket fog
találni nálunk, vagy fognak az orvosok találni. Hogyha annak elkezdjük a kezelését, akkor lehet, hogy már ott is a vég. Nem biztos. Tehát egy magas vérnyomás betegség úgy alakul ki, hogy semmiféle panasz nélkül tartósan 150-160-ra fölmegy a vérnyomás, vagy adott esetben felgyorsul a pulzus, ez borzasztóan megterheli a szívet. És innen... Én ezt úgy oldottam meg, hogy vettem egy vérnyomásmérőt, amit még nem használtam, mert azt hittem, hogy magas a vérnyomásom. Most már van egy vérnyomásmérőm, ami a dobozban van benne, és nem magas a vérnyomásom. És biztos, hogy nem magas a vérnyomás? Tehát, azt nem tudom, mert azt mondta az egyik adásunkban, hogy legyen vérnyomásmérő, hát vettem egy vérnyomásmérőt. És azt használni is kell természetesen, mégpedig sokszor kell használni, mert ennek semmilyen rizikója nincs, nem fáj, nem okoz semmilyen problémát, viszont szembesülök, és hogyha szembesülök egy állapottal, akkor ki tudom védeni, vagy tudok olyat tenni, hogy kivédjem annak a szövődményemet. Tehát azt akarjam mondani magyarul, hogy nem kell félni attól, hogy kiderül, hogy például magas vérnyomásunk van, hogyha ezt meg tudjuk egy egyszerű vérnyomásmérővel oldani. És egy remek házi orvos beállítja ezt a vérnyomás normál értékekre, innentől már csak egyetlen dologra kell figyelni, hogy szedni kell rendszeresen a gyógyszert, és időről időre és el kell menni. És az olcsóbb, mint előbb-utóbb egy pacemakert beállítani. Nem, pacemakert sokkal olcsóbb, mint egy stroke után egy 24 órás ápolónőt fogadni, mert lebénultam, mert nem tudok beszélni, vagy valamilyen... Mi azt nem szeretnénk. Na ezért kell előtte. Ma Magyarországon senki nem hal már meg magas vérnyomásban, a szövődményeibe hal meg. Senki nem hal meg cukorbetegségben, a szövődményeibe hal meg. Akkor lassan 15 percünk lejáró félben van, akkor tegyük rendbe a dolgokat. Akkor most mit javasol, hogy a nem létező házi orvos szolgáltatásban, hisz olyan kevesen vannak házi orvosok, jelentkezzünk be, és mondjuk azt a házi orvosunknak, hogy jó napot, általában csak receptet jövünk iratni, na most tessék kivizsgálni minket? Hát, ha már receptet iratunk, akkor már van valami betegség, tehát annak megvan egy protokollja, hogy hogy kell azt karbantartani, mire kell figyelni, mennyi időnként, milyen vizsgálatokra kell elmenni, és hogyha valamilyen eltérés van, az hogy lehet visszaállítani. Én ezt a tervszerű megelőző karbantartást szoktam a betegeimnek viccesen mondani, amit annak idején ugye a 60-as, 70-es években az iparban, mint TMK-t hirdettek, és volt abban ráció, hogy akkor csinálni valamit, amikor még nincs baj. Tehát megelőzni akkor azt akarja nekem mondani, hogy általában 66 éves emberek, mondjuk engem leszámítva már nyugdíjasok, hogy azok a nyugdíjasok, akik otthon vannak és pöszmételnek, azok szépen jelentkezzenek be a házi orvoshoz, mert ugye nekik már nincs üzemorvosuk, vagy menedzserük, aki elküldi egy menedzserszűrésre, jelentkezzenek be a házi orvosnál egy menedzserszűrésre, nézze meg, hogy mi van és mi nincs. Menedzserszűrés, ez egy nagyon hangzatos és mutatós név, és nagyon sok pénzt lehet számlázni. Én kipróbáltam, ez pont olyan, mint az ember elmegy a házi orvoshoz, csak a házi orvos azt az utónevén szólítja az embert, a menedzser szűrésen meg uramnak hívják. Hát engem inkább hívjanak az utónevemen, nem uramnak. Így van, és az a baj az üzemorvossággal, meg a menedzser szűrése, hogy nincs konzekvenciája. Tehát ha talál valamit, akkor nem tudja tovább kezelni, vagy nem tudja tovább vizsgálni, mert ez a jogviszony egy meghatározott határig megy el, és nem írhat receptet, nem utalhat be más képalkotó eljárásokra. Tehát ilyen szempontból a házi orvos sokkal jobb helyzetben van, és sokkal nagyobb eszköztárral. Tehát akkor tulajdonképpen mai beszélgetésünket hívhatjuk egy étvágygerjesztőnek, és mutatkozunk be a házi orvosunknak, hogyha nem ismerjünk, és kezden kivizsgálni minket. Így van, és ehhez lehet felmérést készíteni. De ezt lehet időponthoz kötni, tehát nem feltétlenül kell spontán 3 órát, 4 órát ott ülni a rendelőbe, lehet kérni egy olyan időpontot, például a rendelés végére, vagy egy délutáni rendelésnek a legelejére, amikor esetleg van az a 15-20 perc, ami alatt meg lehet beszélni az ilyen egészségügyi problémákat. Az ön statisztikai ismerete szerint mi férfiak halunk meg előbb, vagy a nők? Sajnos a férfiak halnak meg. És mivel magyarázza ezt? Azt hittem, hogy csak Amerikában. Nem, hát a női hormonoknak van egy bizonyos védő hatása a szívérendszeri betegségekre. Azon kívül a daganatoknak az összetétele is olyan, hogy sokkal gyakoribb a férfiaknál a tünetmentes olyan daganat, amivel sajnos bele lehet halni, és a szívérendszeri betegségeknél is. Itt lehet, hogy a habitus is számít, hogy a férfiak nem figyelnek annyira az egészségükre, legalábbis a legtöbbje, mert aztán, hogyha átesik a ló túlsó oldalára és hipohonderré válik, az szerintem még rosszabb, mert akkor viszont nem lehet súlyozni, hogy melyik probléma az, ami
amivel foglalkozni kell, és melyik az, amivel nem. Mit ajánl a 60-an felüli, vagy mondjuk 66 éves férfiaknak, hogy inkább tovább robotoljanak, foglalják el magukat, vagy próbálják nyugdíjas emberek életét élni, pihenni, lepeküdni, aztán utána előbb-utóbb úgyis elmennek? Ez megint saját tapasztalat, hogy nagyon kevesen engedhetik meg maguknak azt, hogy 64-65 éves korukban nyugdíjba menjenek, és ne csináljanak semmit, és meg tudjanak élni a nyugdíjukból. Tehát valamit csinálniuk kell. Én nem a megélésre gondoltam, hanem az agytornára, ez az embernek szükség. Van mindenféle élményekre, az agyának is, a testének is. Vannak betegeim 80 év fölött, akik még az orvosi rendelőbe is keresztrejtvényt, sodukút hoznak, és dolgoztatják az agyukat, és ezzel tulajdonképpen karban tartják magukat. Ezt tudom mindenkinek ajánlani, de hogyha valamilyen fizikailag nem megerőltető, de rendszeres a foglalatosságban, és ez lehet akár egy sakkozás, lehet egy kártyaparti, lehet egy színházba járás, lehet bármi, csak valamit csinálni kell, mert az, hogy mozgásban maradjon az agya az embernek, az azért nagyon fontos dolog. Keres nézőim, rossz híreim vannak. Doktor úr felírta, hogy továbbra is el kell, hogy viseljenek. Én bízom benne, hogy nem nehéz. Megpróbálunk jól viselkedni, helyesen kiejteni a megfelelő szavakat. Előbb-utóbb a fogaim is rendbe jönnek, úgyhogy a szöbetűt is rendesen ki fogom tudni mondani. Tehát akkor jól odafigyeltek. A doktor úr azt mondta, hogy tessék rendszeresen folyadékot fogyasztani, tessék agytornán részt venni, lehet ez egy csak, lehet ez egy keresztrejtvény, és tessenek kicsit mozogni is, természetesen aki megteheti. Erre gondolt? Igen, pontosan. Az elmúlt 15 percben dr. Komáromi Zoltán házi orvos és egészségügyi politikus volt a vendégünk, aki azért egészségügyi politikus, mert ő nem csak gyógyszerrel gyógyít, hanem megpróbálja meggyőzni a politikusokat is, hogy mennyivel olcsóbb megelőzni a betegségeket, mint utána kezelni őket. Most előzetesek, és utána jövünk vissza. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Szívesen, és tessék agytornázni, és tessék sok folyadékot fogyasztani. We'll be right back.